Korábban a napindítóban Tóth Máté energiajogásszal beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a klímaváltozás, a karbonsemlegesség, és hogy a G20-as csúcs találkozón sem volt egyetértés a világvezetői között ebben a témában. Ugye mást képvisel részben a nyugat, és mást például India, vagy éppen Kína. Hogy mi a helyzet jelen pillanatban Magyarországon ebben a témában? Itt van már Gramsperger Gábor nálunk a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Magyarországon hol tart ez a történet, és önök egészen pontosan mivel foglalkoznak ebben a kérdéskörben? Magyarországon egyre jobb a helyzet, azt gondolom. Itt az elmúlt egy-két évben rengeteget fejlődött az egész környezet, tehát hogy a vállalati hozzáállás, meg a személyeknek is a hozzáállása. Amivel mi foglalkozunk, az cégeknek, rendezvényeknek, vállalkozásoknak adunk tanácsot, hogy hogy tudnak elindulni ezen az úton, és hogy tudnak rajta maradni ezen az úton, és hogy tudnak egyre fenntarthatóbban működni. Illetve ami fontos, hogy rendezvényeknek is segítünk, és ilyen volt most a Magyarországon megrendezett atlétika világbajnokságnak az egyik ilyen környezetvédelmi projektje. Hogyan tudtak az atlétikai világbajnokságnak ebben tanácsot adni, illetve azért ez egy nagyon nagy rendezvény, tehát azt mondhatom, egy világbajnokság megszervezése? Abszolút, világ harmadik legnagyobb sportrendezvénye, úgyhogy volt is, meg van is vele munka, környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból is. Amit mi csinálunk ott pontosan az, hogy felhívjuk az emberek figyelmét ennek a témának a fontosságára. Ez az úgynevezett legacy forest, tehát az örökség erdő, hogy legyen az egész eseménynek egy olyan öröksége, ami egy fontos téma köré épül, mint például fenntarthatóság és környezetvédelem, és ennek a gyakorlatilag a megtestesítése ez a projekt. Ennek mik a részei? Tehát például akkor faültetés, ugye ez egy nagyon trendi és különböző sporteseményekkel kapcsolatban is látunk ilyet, de a világban nagyon sok helyen, tehát hogy erdőtelepítés, fatelepítés. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Többféleképpen kinézhet. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy ez Budapesten fog megvalósulni, ami egy elég egyedi konstrukciót, egy úgynevezett urban forest, tehát ilyen városi erdő a 4. kerületben, ahol is elkezdjük följavítani az egész erdő, ez már egy meglévő erdő, és ennek az erdőnek elkezdjük följavítani az állapotát, ami azt jelenti, hogy az előregedett és már beteg, esetlegesen beteg fákat kivesszük belőle, és a helyébe ilyen lékekben új facsemetéket telepítünk. Ezzel is növeljük a biodiverzitását az egésznek, tehát a karbonegyenlő képességét, a környezetvédelmi hatását, rendezzük az egészet, embereknek jobb lesz oda menni, időt eltölteni, akár sportolni az erdő részletben. Mennyire a karbonsemlegesség mind olyan, az mennyire van benne úgy általában akár Magyarországon a lakosság fejébe és világszinten, mennyire, a divat nem jó szó, de mennyire tudatos mondjuk a világ többi lakossága ebből a szempontból? Egyre tudatosabb, az biztos, hiszen ugye egyre nagyobb a nyomás. Tehát ugye az Európai Unió által a cégek, a vállalkozások egyre nagyobb nyomás és kötelezettségek alá esnek, illetve az emberek is elkezdtek sokkal jobban ilyen irányban gondolkozni. Tehát azt tudom mondani, hogy a tapasztalat az, hogy az emberek már a mindennapjaikban is jobban odafigyelnek ezekre a dolgokra, kezdve onnan, hogy szelektíven gyűjtik a hulladékot, kezdve folytatva, hogy akár egy-egy fát elültetnek, és nagyon-nagyon széles a skála, tehát hogy nagyon sok mindent tudnak tenni egyén szinten is, és vállalkozás szinten is. Egyre több cég keresi meg önöket ebben a témában, akiknek tehetnek javaslatot, hogy a saját működésüket hogyan optimalizálják, vagy hogyan tudnak esetleg ilyen program keretében ők is mondjuk fákat ültetni, hozzájárulni ehhez. Egyre több cég, egyre több rendezvény, hiszen látják, hogy ez egy úgymond nice to have, tehát egy jó dologból átment egy kötelező dologgá, meg átmegy egy kötelező dologgá, és ezért nagy az igény erre. Igen. Gramsperger Gábor, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.